Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan gondolkodj angolul. A videó során pedig szeretnék 5 egyszerű lépést megosztani veled, amit akár már a mai napon elkezdhetsz, és amivel átállíthatod az agyadat angol nyelvű üzemmódba. De mielőtt hozzálátunk a mai témánkhoz, szeretnélek megkérni arra, hogyha érdekel téged az angol nyelvtanulás és az állásinterjú felkészülés, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és ha tetszett ez a videó, akkor oszd meg barátaiddal és az ismerőseiddel. Nos, akkor vágjunk is bele a mai témánkba, tehát hogyan gondolkodj angolul. Az angol nyelvtanulásnak tulajdonképpen a csúcspontja, ha már angolul kezdesz el gondolkodni, a magyar nyelv közvetítő szerepe ilyenkor teljesen eltűnik a képből, folyékonyan beszélsz, és tulajdonképpen hezitálás nélkül tudsz reagálni egy külföldi barát vagy egy külföldi kolléga mondandójára. Ez a szint igen komplex, de ahhoz, hogy ezt a szintet elérd, a közhiedelemmel ellentétben nincs szükség arra, hogy éveket tölts egy külföldi angol nyelvi országban. Pusztán az kell, hogy átállítsd az agyadat angol nyelvű üzemmódba, és létrehozz magad körül egy angol nyelvű környezetet. Mondom is már is, hogy hogyan tudod ezt megvalósítani. 1. A legelső lépés: gondolj szavakra. Az angol nyelvi gondolkodást ne teljes mondatokkal, hanem egyszerű szavakkal kezd el. Tehát például, amikor reggel felkelsz, a munkába készülődsz, vagy vársz a buszra, vagy bevásárolsz, akkor próbáld meg a körülötted lévő tárgyakat és azok jellemzőid elmondani magadban angolul. Például blue bus, tehát kék busz, vagy delicious apple, isteni alma, és így tovább, és így tovább. Aztán, ha ezzel megvagy, akkor írd le a körülötted lévő embereket, mondjuk a busz megállóban. Thin, vagy tall, tehát vékony, magas, milyen a ruháik színe, és milyen érzések vannak az arcukon. Happy, unhappy, excited, tehát boldog, boldogtalan, izgatott, vagy bored, unott. Tehát fogd fel úgy ezt az egészet, mint egy jó mókát, egy jó játékot, amint meglátsz valamilyen tárgyat, annak próbáld meg kimondani magadban az angol nyelvű nevét. És azért, hogy folyamatosan játszd ezt a játékot magaddal, ragaszd cetliket a lakásodba, a fürdőszoba tükörre, a tévére vagy a kocsid műszerfalára azzal a felirattal, nagybetűkkel, hogy Think English, és egy felkiáltójel. Tehát Think English, gondolkodj angolul. Úgyhogy amint meglátod ezt a cetlit, folyamatosan emlékeztetni fogod magad arra, hogy bizony angol üzemmódba kell átállítanod az agyadat. 2. számú lépés. Ugye az 1. számú lépés volt egyfajta bemelegítés, és most jönnek majd a komolyabb dolgok. Tehát a 2. számú lépés az, hogy meséld el, milyen napod volt. Tehát este, lefekvés előtt gondold át még egyszer a napodat, mik voltak a jó dolgok, mik voltak a rossz dolgok, kivel, miről beszéltél, és milyen feladatok várnak rád holnap. És mindezt természetesen angolul tedd, és hangosan. Elmondhatod ezeket a dolgokat, ezeket a kész mondatokat egy családtagodnak, aki természetesen kérdezhet tőled, és reagálhat a mondandódra, de tulajdonképpen magadnak is felmondhatod ezt az egészet. Nem kell, hogy ez a dolog túl hosszú legyen, egy minden nap, minden este egy 3-5 percet szánj arra, hogy végigmondod az aznapi eseményeket hangosan, angolul. A beszélgetés vagy a beszéd során beszélhetsz magadról 1-es szám 3. személyben, tehát he-she, hogy ezt is gyakorold, vagy természetesen 1-es szám 1. személyben.
Csináld ezt a gyakorlatot minden nap, minden este, és meglátod, hogy néhány hét vagy néhány hónap elteltével mennyivel könnyebben tudsz majd összefüggően angolul megszólalni. Hármas számú lépés, alkos párbeszédeket. Egy beszélgetés során természetesen nem csak magunkról beszélünk, hanem reagálunk más emberekre, kommunikációs szituációkba kerülünk. Ezért találj ki magadnak valós szituációkat. Például rendelni szeretnél egy étteremben, vagy időpontot szeretnél foglalni a fogorvoshoz, esetleg ki akarsz hívni egy szerelőt magadhoz. Bármilyen témát választ is, a lényeg, hogy gondold végig a másik fél, tehát a beszélgető partner mondatait is, amire te majd reagálhatsz. Hát például szeretnék elmondani egy nagyon rövid, nagyon egyszerű példát. Így nézhet ki például egy éttermi párbeszéd. Bemész egy étterembe, és azt mondja a pincér: Good evening, welcome to our restaurant. Do you know what do you want to order, sir? I'm not sure. What do you recommend? If you like Italian food, we have some delicious pizzas. Great, I will have that. Ugye? Egy nagyon egyszerű éttermi párbeszéd. Tehát pontosan ugyanilyen nagyon rövid, néhány mondatból álló szituációkra gondolok. Nem kell, hogy itt 15 perces prezentációt vágj le minden este, hanem ilyen szituációkat mondogass végig egymás után. Tehát mondhatsz több szituációt is, de természetesen ugyanazt a jelenetet is gyakorolhatod többször, más-más szavakkal és más-más végeredménnyel. Tehát ugyanebben a szituációban tegyük fel, valami mást rendelsz abban az étteremben, vagy elmondod a pincérnek, hogy vársz egy barátodra, és még nem szeretnél rendelni, tehát se szeri, se száma a forgatókönyveknek, amiket végigjátszhatsz magaddal. A negyedik lépés, tanulj új szavakat. Az angolul gondolkodásnak egy természetes velejárója, hogy nem fog minden szó azonnal eszedbe jutni. Arra szeretnélek megkérni, vagy arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ne ijedj meg ettől, ez mindenkivel megesik. A folyamat egyik legfontosabb része, hogy állandóan bővítsd a tudásod, és új szavakat tanulj. Tehát, hogyha nem jut eszedbe rögtön egy adott szó, akkor próbáld meg körülírni az adott szót, de a biztonság kedvéért nézd meg, írd ki az adott szót a füzetbe, vagy a telefonodba, és utána nézd meg azt a szótárban. És ezt a folyamatot, tehát, hogy kiírod az adott szót, és aztán megnézed a szótárban, ismételd el minden egyes alkalommal, amikor nem jut eszedbe éppen a keresett szó. Így egy idővel lesz egy nagyon egyéni és egy nagyon speciális szótárad az új szavakkal, vagy az elfelejtett szavakkal, úgyhogy nincs más dolgod, mint megtanulni és átnézni ezeket a szavakat. És az ötödik és az utolsó lépés, tehát minden egyes alkalommal használj egynyelvű, vagyis angol-angol szótárat. Tehát minden egyes alkalommal, amikor szótáraznod kell, használj egynyelvű szótárat, amelyben angol nyelvűek a definíciók. Ugye minél kevesebbet fordítasz, és minél jobban kizárod a magyar nyelvet a megértésből, és kizárod a magyar nyelvet, mint egy közvetítő nyelvet, annál könnyebb lesz megszoknod, hogy angol nyelven gondolkodsz. Az elején természetesen lesznek olyan helyzetek, amikor az angol nyelvű definícióban is lesznek ismeretlen szavak számodra, de ez az egész dolog ne vegye el a kedved ettől, mert idővel, ahogy egyre nagyobb rutin szerzel, és egyre több új szót ismersz meg, egyre kevesebbszer kerülsz olyan helyzetbe, hogy a definícióban is lesznek ismeretlen szavak. Úgyhogy a videó végén én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy tudsz majd belőle profitálni, és szeretnélek megkérni arra,
hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!